térfigyelő kamera a városházán, és két másik egy oszlopon, amelyek a nagy templom előtti teret mutatják. Az irodából ezeket a képeket így látják a közterület felügyelet szakemberei. Az első analóg rendszerben működő kamerák 2002-ben még az érkerti rendőrséghez voltak bekötve, 2016-tól azonban a közterület felügyelethez tartozik a rendszer üzemeltetése. A fejlesztések következő célkitűzése az, hogy ne rádión, hanem optikai kábelen keresztül érkezzenek be a képek a város legkülönbözőbb pontjairól. Valamennyi nagy lakótelepünkön, mint Érkerten, Örökösföldön, Józsevárosban szintén vannak felszerelve kamerák. Sóstón szinte az egész tó környéke be van kamerázva, de már van távolabbi helyeken például Nyírszőlősen kamerarendszerünk, van kamera a Bújtosi Városligetben, amely védi az ottani sport létesítményeket, de már van kamerarendszerünk, ugye egy barnamezős projekt volt ezelőtt 2,5 évvel, a Tiszaasvári úton a volt laktani épületeinek a helyén alakítottak ki különböző komplexumokat, ezek között egy méter játszótér is kialakítottak, amelyet most jelenleg 14 darab kamerával figyelünk meg. A Huszártelep korábbi 18 kamerája mellé nemrég 16 újat telepítettek. Ezek és a város összes, jelenleg 226 darab kamerájának képe ide fut be. Ezekből közel 30 darab mozgó kamera, amelyet akár az irodából is tudnak irányítani. Azt akarom, hogy még én rálássak a piacra, akkor el tudok folytatni a kamerát. Például rá tudok zoomolni. Akár közeli arcképet is tudnának mutatni a fix eszközökkel. Ez pedig már a Viola utcán lévő kamera aktuális képe, amely egy illegális hulladéklerakást mutat. Ez március végén került ide, a kamera felvételek segítségével megtalálták az elkövetőket, akik ellen a napokban indul meg az eljárás. De más esetekben is bizonyultak már nagyon hasznosnak ezek a kamerák. 24-es szolgálat keretében nézik a kamerákat. Egy-két olyan kisebb bűncselekményt kivéve, amikor verekedés tör ki mondjuk a Buzatéri nagyparkolóban és hasonló ilyesmi, nem láttunk a kamerák előtt bűncselekményt. Ennek ellenére nagyon-nagyon sok kamera felvételt kér ki tőlünk a nyomozóhatóság, hiszen számtalan olyan bűncselekmény vagy egyéb esemény történik, amely során szükségessé válik valamilyen szinten nyomon követni az elkövetők útvonalát, esetleg korábbi állapotokat visszatekinteni, amelyek rendkívül fontosak egy ilyen felderítés során. Időnként pedig balesetek rekonstruálásához is igénybe veszi a rendőrség a felvételeket, sőt, preventív jelleggel is üzemeltetik a kamerákat. Ezek előtt ugyanis senki nem akar bűncselekményt elkövetni, és minél több a kamera a városban, annál kevesebb hely marad felügyelet nélkül. A Nyíregyházán működő kamerák típusának és pontos helyüknek teljes listája bárki számára elérhető a városháza.nyiregyhaza.hu oldalon.